érzése, gondolata. Az idei éven már nemzetközivé vált az a tábor, amelyet Kovács Magyar András tanító vezet. Sárospatakra ezúttal mintegy 200 fő érkezett, olyanok, akik nyitottak a szellemvilágra, a más ismeretek befogadására. A több mint 20 éve a világot mozgató, megfoghatatlan elemeket kutató András elmondta, elsőként az érzékek felerősítésében segíti a táborozókat, hogy maguk tapasztalják meg a környezeti hatásokat. Érdekli az, hogy mi van a látható, a fogható lényén túl. Érdekli az embereket az energiák világa, a kvantumfizika, a hologramok világa, amit ma fantasztikus filmeken igyekeznek az emberekkel tudatni. Én ezt a világot megmutatom itt a résztvevőknek, kézzel foghatóan. Természetesen ehhez eszközökre van szükség, tudásra, egy látásmódra, és amit itt látunk, most ingával mérik ezeket a láthatatlan, de érzékelhető világokat a tanítványok. A kemping területén több vízér is fut. Ezeket mérték ki a táborozók, akik maguk is érzékelhették az inga elmozdulásával, hogy a kisugárzáshoz értek. Az előadások, foglalkozások során a résztvevők olyan impulzusokat kapnak, amelyek által megtapasztalhatják az elemi erők létét a környezetben. Saját magukban is megtalálhatják mindezt, csak eddig a rohanó világban való helytállás miatt mellőzték a befogadást. Ez egy olyan magas szinten van meg, ami elő tudja az emberből megtalálja azokat az utakat, azokat a módozatokat, ahogyan egyikből, másikból, harmadikból ezt elő tudja hozni. Tehát úgy, hogy elhangzott itt, hogy mindnyájan képesek vagyunk, hiszen a Jóisten teremtményei vagyunk, hullám felépítésűek, kvantum alapon működőek gyakorlatilag, mint az élőfa, mint minden, ami minket körülvesz. Csak mindennapi dolgainkban erről úgy megfeledkezünk. A tábornak több olyan lakója is van, aki András segítségével tudott egészségügyi állapotán javítani. Az eltelt időszakban pedig saját klinikáján is alkalmazza a magyar tanító módszereit. Saját praxisomban is tapasztaltam, hogy bizony a modern orvostudomány több súlyos betegség esetén nem tud megoldást kínálni. András által kikísérletezett technikával és a segédcseppekkel azonban több páciensem állapota is sokat javult. Ez az eredmény azt mutatja, hogy az alternatív gyógyászat kiegészítheti az orvostudományt. A sárospataki tábor egy hétig tart. Ezen idő alatt a résztvevők nem csak saját magukat ismerhetik meg, Kovács Magyar András legújabb kutatásáról, a hologramokról is hallhatnak.